Nemzeti Emlékműnek. A Turi György Múzeum a jövőben két havonta gyűjteményének egy-egy kuriózumnak számító darabját mutatja be. Októberben és novemberben az érdeklődők az intézménybe betérve a kanizsai országzászló hímzett címerképét nézhetik meg. Ez Nagy Kanizsa ország zászlajának, a díszlobogójának a közepe. Ha elsétálunk a Deák térre, akkor most megint láthatjuk, de csak 1990 óta az országzászló emlékművet, amit turulként ismer mindenki Nagy Kanizsán. Az emlékműnek a történetéről annyit érdemes tudni, hogy még 1932-ben javasolták egy legényegyleti közgyűlés után, hogy Nagy Kanizsának is, hát Trianon után legyen egy ország rész zászlója, egy ilyen emlékműve. És hát tett is követte, mert a Zalai Közlöny segítségével egy óriási gyűjtést szerveztek a városban, apránként gyűjtötték össze. 1933 tavaszára az első 1200 pengőből meg tudták venni ezt a nagyon szép bronzturul madarat, Istok János szobrászművésznek az alkotását. És 33. június 4-én, Pünkösd vasárnapján föl is avatták az emlékművet. Tehát a talapzatot a kis címer díszítette az eredetin is, hasonlóan a mostanihoz. A bronz turulmadár mögött pedig egy hatalmas zászlórúd helyezkedett el, és ezen volt mindig fél árbócon Trianon emlékére a nemzeti színlobogó, és ünnepnapokra pedig készítettek egy gyönyörű díszlobogót. Aki ennek a lobogónak az adományozója volt, azok a kanizsai nő egyletek. A zászló szalagokat a saját kezükkel a polgári iskolai leányok vállalták, hogy kihímzik. A zászló egyik oldalát ez az angyalok által tartott kis címer díszíti. Nagyon szép tűfestésnek hívják ezt a technikát, ahogy készül Budapesten hímeztették. A hátoldalát pedig a Zrínyi címer díszítette, tehát ünnepnapokon arra néhány órára került ki mindig ez a lobogó. A sorsa azonban igen hányattatott volt, nem csak az emlékműnek, hanem természetesen a lobogónak is. Az emlékműnek a sorsa 45 után pecsételődött, meg az 50-es évek elején ledöntötték, mint ahogy Kanizsán sok más szoborra, például a Deák gyönyörű domborműre, Telcsede alkotására is ez várt volna, a beolvasztás, ugyanígy erre a turulmadára is. Meg is volt a beolvasztási parancs, de a DKG akkori dolgozói elrejtették a forgács alá, tehát közölték, hogy beolvasztották is. Hát több mint két évtizedig rejtegették a turult. A 80-as években már nálunk volt itt a múzeum udvarban, itt a sarkon tudtuk csak elhelyezni, hát majdnem két méteres a szánytávolsága. És 1990-ben a Városvédő Egyesületnek köszönhető, hogy újra felállították ezt az emlékművet, és ugyanúgy Pünkösd vasárnapján, június 3-án felavatták. A zászlónak a sorsa pedig még korábban kezdődik. 44-ben, amikor a németek már 44-45-ben már itt tartózkodtak Nagykanizsán, akkor 45 tavaszán a visszavonuló csapatok magukkal akarták vinni ezt a zászlót is, és a szalagokkal együtt, hogy elcsomagolják, és a városházán őrizték mindenkor ezt a díszlobogot, és Haba Antal, a kórház főorvosa, és Gerocs István, a nyugalmazott tűzoltóparancsnok éppen ott légoltalmi szolgálatot teljesített, és amikor ők ezt meghallották, nem akarták természetesen engedni, mert utána lehet, hogy soha többé nem láttuk volna Nagy Kanizsán, és ezért, mint ahogy a 48-as hősök, ők is hát kitépték, kénytelenek voltak, mert egy hatalmas zászló volt, és ezt a tűfestéses darabokat a kabátjuk alá magukra tekerték, és így szépen a német őrség mellett kibe vonultak, amíg ezt a két zászló darabot meg a szalagokat ki nem hozták a polgármesteri hivatalnak az épületéből. Ez még a régi városháza épülete volt, tehát ami ott 45-ben néhány nap múlva le is égett. Tehát most vagy talán a láng martaléka lett volna, vagy pedig hát mindenképp ők magukkal akarták vinni a visszavonuló csapatok. És hát a Gerócs István vállalta azt, hogy hát akkor ő próbálja őrizni ezt. Először a lakásában rejtegette, de az 50-es években azért házkutatások időszakában ezt nem értékelték volna, és akkor egy rokonuknak a Fakosi pincéjében rejtegette 68-ig. És akkor 1968-ban hozta be Kerecsényi Editnek a múzeumba, hogy most már talán úgy gondolja, hogy akkor átadja ezt a múzeumnak, és mi őrizzük tovább.